Mintegy 5 éves probléma megoldásának munkálatait kezdik meg a napokban Paksnál. A 6-os főút paksi szakaszán még 2016. decemberében omlott le a löszfal Paks és Dunakömlőt között az egykori vasúti múzeum előtti szakaszon. Mintegy 100 méter hosszan közel 20 köbméter agyagos lösz borult az úttestre. Beton elemeket helyeztek ki az útra, és évekig félpályás jelzőlámpás forgalomkorlátozás volt itt érvényben, mivel az omlás veszély folyamatos fent állt. Most azt a tájékoztatást kaptuk, védművet építenek a 6-os út mellett húzódó löszfalhoz. Erről a munkaterület átadása közben beszélt a Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársa. Itt ezen a szakaszon a Rézsi fal mellett a 6-os út kifélesítése és a burkolat a vasút irányába történő átépítése történik meg, és mellette pedig egy szöktámfalakból álló védmű építése lesz. A főút jobb oldalán a forgalomtól beton terelő fallal elválasztva egy 200 méter hosszú szög támfalakból álló védművet építenek. A védmű és a rézsű között burkolt árkot alakítanak ki. Felújítják a 200 méteres védmű feletti övárkot és a levezető árkot. A héten kezdődő helyreállítás során az út burkolatát is áthelyezik, nem egészen 1 méterrel a vasúti terület felé. A Magyar Közút Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint az út 107-es kilométerénél közel 800 méter hosszan tartanak majd a munkálatok, melyet nettó 1,4 milliárd forintért végez el a kivitelező, és az év végéig fejezik be.